Köszönjük Gaudi Nagy Tamásnak, és úgy érzem, hogy ez a jogi út, ez járható út ebben a helyzetünkben el kell, hogy induljon ez a jogi út. És mostan megérkeztek a magyarság hazafiai, és kérném őket, hogy gyertek ide elénk, ide mellénk mindenkit, aki vállalta azt a fáradtságos és nehéz utat, hogy gyalog Párizsba a Versailles kastélyhoz elmennek. Lássuk őket, becsüljük meg őket, biztassuk őket, hogy ők mutassák a világnak, hogy igenis Trianon nem örök, nem törődünk bele, hanem jelezzük a világnak, hogy egy gyalogos menettel is tiltakozunk. Kérnélek, hogy egy pár szót beszélj. Melyik ötök szeretném, vagy pedig... Beszélnek, azt mondták, hogy igen, igen. Akkor Patrobány Miklós elnök úr indítja útnak a hazafiakat. Kedves magyar testvérek! Köszöntjük a gyaloglással tiltakozó testvéreinket, és köszöntjük Önöket, akik vállalták, hogy ezen a napon, amely voltaképpen gyásznap kellene legyen a magyarság életében, a nemzetgyilkosság elleni tiltakozás módját választották. Nem könnyű ezt ma megtennünk, hiszen ez az ország ma barackos viadalt ül, barackos tort ül és ünnepel, az összetartozást hazudja magának, a nemzet szétszaggattatásának legsúlyosabb napján. Ennek az ország zászlónak félárbócon kellene mámalógnia, nem diadalittasan hirdetnie azt, ami nincs. Még hogyha szuverén és független állam lenne Magyarország, tán tehetné június 4-én is ez a zászló. De a lisszaboni szerződés óta, amelyet úgy szavazott meg a mai kormányerő és az ellenzéke karöltve, hogy még 24 óra sem telt el a 700 oldalas lisszaboni szerződés elfogadása óta, és amikor még egy éve lett volna minden tagállamnak, így Magyarországnak is arra, hogy azt a lisszaboni szerződést, amelyik végképp felszámolja Magyarország és minden tagállam szuverenitását, hogy azt esetleg ne szavazza meg, vagy esetleges módosítását kérje. Ehelyett a magyar politikai elit, értsd, az akkori kormánypárt és akkori ellenzéke, és fordítva mai kormánypárt és mai ellenzéke egymással tolongva siettek másnap reggel megszavazni, közbotránykozást okozva Európa szerte ezzel a maga viseletükkel. A felelőtlenség ne továbbjával, hiszen még le se fordították magyarra azokat a 700 oldalas szövegeket, amikor az az országgyűlés, ahol a képviselők jelentős része csak a magyar nyelvet beszéli, megszavazta és elfogadta. És ma pedig siránkozunk, hogy nincs szuverenitás, és hirdetjük álságosan, hogy mit akar az Unió, miközben mi szuverén állam volnánk. Hát a lisszaboni szerződés mondja ki, hogy a Nemzeti Bank alá van rendelve mindenben az Európai Bank, Központi Banknak. És a lisszaboni szerződés korlátozza Magyarország és minden tagállam szuverenitását. Eufemisztikus módon azt mondja, hogy nem mondtunk le róla, hanem közös elbírálás alá helyeztük. Nem mondtunk le a szuverenitásunk, közös elbírálás alá helyeztük. Ez majdnem olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy
Amíg én itt leszek ebben az országban, addig idegen ember egy talpalatnyi magyar földet meg nem vesz. Ahhoz, hogy egy év múlva derüljön ki, hogy az idegen alatt azt a 600. milliót értették, aki nem tagja az Európai Uniónak. Mert az az 550 millió, aki az Európai Unió tagja, az nyugodtan vehetni. És közben ma is azt hirdetik, hogy vigyázzatok, magyar gazdák, mert ha nem vigyáztok, elveszik a földeteket. Hát micsoda álságos kettős beszéd ez, testvérek. Hogy lehet kibontakozni ebből a szorításból, miközben barack magos dalokra ad az állam, barack virágos dalok megkomponálására és színrevitelére ad az állam pénzeket, hogy június 4-én azt énekeltessék az önfelett és elbutított és a saját halálát is nevetséges táncmulatsággá alakító szerencsétlen magyar közösségek gondolatvilágát. Azért nem lehet több embert ide hívni Trianon napján, kedves Sava, és kedves mindnyájan, akik azon szomorkodunk, hogy miért nincs itt 10 000 ember, mert a magyarok azt hiszik, hogy máma, ezt mondja nekik kormányuk, szeretett kormányuk és országgyűlések, hogy máma nem kell szomorkodni, ma nem gyásznap van, ma örömnap van, ma tartozunk össze igazán. Miközben 3 nappal ezelőtt az egyetemes emberiség egyik legnagyobb alakjáról, a vatikáni pápáról leveszik a miseruhájáról a magyar feliratot, a magyar nyelvű üzenetet le kellett takarni, és ott van Magyarország államelnöke és miniszterelnök helyettese, aki a nemzetpolitikáért felel. Nem hallottam a tiltakozásokat. Mai napig nem hallottam, nem hogy ott, azóta sem hallottuk a tiltakozásokat azért, hogy az Európai Unióban meg lehet ezt tenni, hogy a Székelyföld szívében, Csíksomjón, az ott miséző pápa miseruhájáról le kell takarni azt a pápai üzenetet, amelyet az ő kérésére vartak rá, magyar nyelven is, mert hogy Csíksomjó még székely és magyar volna. Kedves testvérek, íme nem örömünnep, nem felhőtlen és nem egyszerű a magyar élet. Sokan hajlamosak elhinni a minden csapból áradó kormányzati propagandát, miszerint itt aztán olyan magyar újjászületés van, amilyet még nem látott a világ. Mert hogy mi megvívunk még a világ legnagyobb hatalmaival, és aztán rajtunk keresztül nem tör senki. De ha közben még a pápa miseruháját is átiratják, és nincs egy tiltakozó magyar szó. Hát ezért legalább mi tiltakozzunk, és mondjuk hangosan, hogy nem fogadjuk el, és vesszen Trianon! Vesszen Trianon! És vesszen Trianon! Milyen Európai Unió az, ahol a pápa miseruháját egy ordas magyar ellenes indulat átírathatja? Kedves testvérek! Kedves zarándok útra induló magyar testvérek! Látjátok, szüntükkel nikózunk. Mi felnézünk rátok. Védnökséget vállaltunk utatok fölött. Vigyázó szemünket rajtatok tartjuk. Lehet, hogy fognak érni útközben bántások. Merjük hinni, hogy nem érnek atrocitások. Mindennapos híradással leszünk utatokról. Gépkocsink végig kísér benneteket Versailles-ig. Útközben többször eljövünk, hogy sajtótájékoztatót tartsunk Ausztria fővárosában, Münchenben, Strasbourgban, Párizsban, talán még Alt-Öttingben is, ahol az utolsó legitim országgyűlés in exilus megtartotta ülését. Vigyétek Európának azt az üzenetet, hogy mi Nándorfehérvárt adtuk Európának, és Trianont kaptunk érte. Nándorfehérvár napján, július 22-én
érnek-e derék emberek, és reményeink szerint sokan mások Versailles-ba, hiszen lehet csatlakozni a menethez, lehet csatlakozni pár kilométer erejéig, lehet csatlakozni egyes szakaszokon, hiszen a világhálón ott van a teljes menetterv. Ne hagyjuk őket magukra. Vigyétek el a hírüket, ahol lehet, és aki teheti, menjen utánuk. Már most tudom mondani, hogy egy siófoki lelkes csapat bejelentette, hogy heten ők is csatlakoznak Svecsáttól Bécsig, végig gyalogolnak veletek. És merjük hinni, hogy az ausztriai magyar közösségekben, a németországi magyar közösségekben, és egyáltalán a nyugat-európai magyar közösségekben lesz annyi kiállás és bátorság, hogy egyes szakaszokon csatlakozzanak hozzátok. Vigyétek tehát ezt az üzenetet, hogy Nándorfehérvárt és vérünket adtuk Európáért, hogy békében gyarapodhasson, békében szaporodhasson, miközben a mi vérünk folyt. És mire a török veszedelem végképp elhagyta Európát, addigra népünk megfogyatkozott, miközben a védett, az általunk védett népek lélekszáma megsokasodott. De vigyétek azt az üzenetet is, hogy minden kiszolgáltatottságunk ellenére van javaslatunk, amelyik megmentheti Európát. De javaslatunk nem a nemzetállam, kedves magyar testvérek. Ezt magunknak is el kell mondanunk, hiszen ezzel sokan nem vagyunk tisztában. Még ma is hirdetik hivatalos helyről, hogy nemzetállamokból kell éljen Európa. Kedves testvérek, a nemzetállamokat a francia forradalom találta ki. 1789-ben. Ennek a francia forradalomnak issza a levét máig Európa és az emberiség. Ennek a francia forradalomnak egyenes következménye Trianon is. Mi nekünk, magyaroknak lelki alkatunkhoz nem talál a nemzetállam. Nem talál a nemzetállam nyelvi, kirekesztő intoleranciája. Nézzük meg, mit művelt Franciaország 5 millió occitánnal, 2 millió bretonnal, akárhány millió provanszállal. Valamennyiükkel elfeledtette anyanyelvét, nemzeti azonosságát. És gyúrta át egy olyan nemzetté, amelyik arról ismeri fel magát, hogy mindnyájan Franciaországban laknak, vagy mindnyájan francia állampolgárok. Semmi más közös nincs. Talán a francia nyelv még közös közöttük. De kultúrájuk összeegyeztethetetlen. Nem ez a nemzetek és az államok, a népek alakulásának történelmi szerves útja. És kiváltképp nem a magyarság útja, amelyik már akkor is befogadó volt, és akkor is mellérendelő volt, és akkor is megengedő volt, amikor még Európa lényegében államok formájában nem létezett. A történelmi magyar alkotmány éppenséggel lehetővé teszi minden itt élő nemzetnek és nemzeti közösségnek, hogy közösségként megélje a életét, a magyarral egyenrangú közösségként élje életét. Sehol másutt nem találtuk ezt meg, kedves testvéreim. Európa ma sem ismeri, nem hajlandó elismerni, nem hajlandó tudomásul venni, hogy vannak közösségi jogok. Európa továbbra is csak az egyéni jogokról beszél, és hajlandó azokról beszélni. Holott mi már 1224-ben, az úgynevezett Andreánumban, amelyet II. Endre az Erdélybe telepedő szászoknak adott, egy olyan tökéletes önrendelkezési, önkormányzati, avagy idegen szóval autonómia statútumot adott, máig tartót, illetve hát trianonig tartót, amelyet Európa ma sem képes magából produkálni. Vigyétek tehát ezt az üzenetet is Európának, hogy mi már ezelőtt 7-800 évvel is autonómiát adtunk minden népnek, amelyik az országunkba bebocsátást nyert. És legfőképpen vigyétek azt az üzenetet, hogy a magyar nemzet
nem kér a nemzetállamiságból. Megpróbáltunk nemzetállamként élni. Mikor? A kiegyezés után 1867-től 1914-ig, a világháború kirobbanásáig. Magyarország megpróbált nemzetállamként viselkedni, hiszen ez volt a kor divatja. Megpróbált egy kicsit helyrefaragni mindazt, amelyet a Habsburg uralom évszázadai alatt el kellett szenvednie, meg kellett fogyatkoznia, apadnia kellett, és el kellett viselnie a ránk telepített idegenek, akár mészárlásait is, mint megmutatta azt utoljára 1849. Trianon előtti utoljáról beszélek, mert azóta megtapasztalhattuk a magyar írtás változatos formáit ismét a 20. században. Tehát vigyétek azt az üzenetet, hogy mi Európának nem nemzetállamot ajánlunk, hanem egy olyan állammodellt, amelyet a magyarság a maga véréből, verejtékéből kiizzadt, megvalósított, és amelyet még a Magyarország szétverésében vezető szerepet játszó csehek is élükön Palacki történésszel és Kucsera politológussal egybecsengően elismertek, hogy a legtökéletesebb alkotmány, amelyet Európa szerte meg lehetett ismerni, és amelyet minden iskolában oktatni kéne, és más országokban is tanítani kéne. Igen, meg kell szólítanunk azokat az országokat, ahol a kereszténység még érték. Meg kell szólítanunk Bajorországot, meg kell szólítanunk Lengyelországot, meg kell szólítanunk Horvátországot, meg kell szólítanunk Olaszországot. Hogyha végképp elviselhetetlenné válik számukra azt, amit Európa nyugati térfele művel, a hajdan rabszolgatartó nyugat, amelyik most kénytelen elviselni az egykori rabszolga tartományainak polgárai jövetelét. Tehát meg kell üzennünk nekik, és fel kell kínálnunk egy jövőbeni állammodellként a történelmi magyar alkotmányt, azért, hogy e köré csoportosulhassunk, hiszen kicsiny ma a világ nagy erőinek torzsalkodásában egy magyarság. Kicsiny. Léteznek ugyan tervek, amelyek 2030-ra helyreállítanák a Kárpát-medence politikai egységét. De ezeknek a terveknek nem magyarok a mozgatói. Legfőnebb néhány magyar a haszonélvezője. De abban a 30 milliós államban, amelyiknek a megalkotása egyébként titokban folyik, és amiért tolerálják a Trianon elleni aláírásgyűjtésünket. Abban a magyarság ugyan hivatalos lesz nyelve formájában, de ebben az államban, népességben nem fog kitenni több, mint 20%-ot. A tervek szerint. Ezek titkos tervek, de léteznek. És majd járjatok nyitott szemmel, és hegyezzétek fületeket minden olyan szóra, amely 2030-ra jövendől. Mert ezek a tervek is akkorra érnének meg. Addig tehát, magyar testvérek, össze kell szednünk magunkat, addig meg kell tudnunk győzni legalább 1 millió magyar embert, hogy Trianon kérdését tegye élete kérdésének középpontjává, meg kell győznünk azok a nemzeteket, amelyekkel történelmi szövetségben voltunk, és ahol a kereszténység még érték, hogy lépjünk velük egy tartalmasabb szövetségre, mint amilyen szövetségeket eddig az Európai Unió nekünk felkínált. Kérlek benneteket, hogy ezeknek a gondolatoknak legyetek hírvivői. Kiadtunk utatok támogatására egy német nyelvű magyarság tudományi füzetet. Az a címe Trianon nemzetgyilkossági kísérlet. Szerzője Vajta Dénes, itt van-e, jöjjön ide, hiszen ő elkísér majd benneteket, hiszen jogász, Ausztriában végzett jogász, és az ő jogi tudására szükségünk lehet, és szükségünk lehet.
ezennel megemlítem, át is adom, még szerzőként nagyon nem köszönöm. Látta példányát, hiszen most hoztuk a nyomdából. Nagyon köszönöm. Minden településen, az utatók javarésze német nyelvterületen keresztül vezet. Itt az ideje, hogy Ausztria is eszméljen és emlékezzen arra, hogy az osztrák-magyar határa Lajtánál van. De nem árt a bajoroknak és a sváboknak is, amelyeknek országán keresztül mentek, minden településen bemutatni, ha tanuljanak, mit kapott Magyarország a nándorfehérvári vérünk ontásáért. És utolsó útravalóként elmondom, hogy Párizsból itt van közöttünk Schwitel Anna, aki édesanyjával, a 96 éves édesanyjával még ezelőtt egy-két évvel ott volt minden versailles-i tüntetésünkön a mai június 4-i napon. Ő írt egy könyvecskét, amelyet minden egyes zarándoknak átadná, hogy lelkitámaszt nyújtson számukra hosszú útjuk során. Ezekkel a gondolatokkal bocsátunk benneteket útra, és kérünk mindenkit, akinek nincs kötelezettsége a szabadságtérre való visszavándorlással, az kísérje a Versailles-ba induló menetet, amely Lánchídon keresztül, majd az alagúton át útra kell, miután ez a gyűlésünk itt befejeződik, és miután elénekeljük nemzeti imáinkat. Isten óvjon benneteket, igazságot Magyarországnak, igazságot Európának, és vesszen Trianon! Vesszen Trianon! Kedves honfitársaim, én fordító voltam, eddig nem író, de néhány hónappal ezelőtt úgy éreztem, hogy ezt a könyvet meg kell írnom. Ugyanis magyar nyelvű könyvek bőven vannak Trianonról, illetve hát bőven ez is talán túlzás, mert igazán fontos könyvek talán magyarul is kevesen vannak. De németül és más nyelveken nagyon kevés van. Hála Istennek, a Jóisten gondoskodik arról, hogy még Franciaországban is, amely a legrosszabbat tette velünk, volt egy nagy ember, aki Clemenceau-nak volt a titkára, és a román követségen dolgozott, és egy óriási, művelt, nagylelkű ember volt, aki pontosan látta, hogy mi történt Magyarországgal. És ő írt egy nagyszerű könyvet erről, és én ennek a könyvnek nagy részét átvettem, a legfontosabb részeit vettem át, mert sokkal jobb az, hogyha egy francia az ellenoldalon állt embernek a tollából olvassák emberek, külföldiek, hogy mi történt Magyarországgal, mint hogyha én írnám ezt meg. Nagyon kérem tehát azokat, akik itt vannak, és különösen akik persze erre az útra vállalkoznak, én nem tudok mindenütt velük lenni, hogy ezt a könyvet azzal bocsátják útjának, hogy ennek jó részét egy nagyszerű francia embernek, akit Gróf Széchenyi Istvánnal tudnék csak összehasonlítani, annyira a magyarság oldalára állt, hogy ennek ezt is hangoztassák, hogy egy ilyen nagy francia ember állt ki Magyarország védelmére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Vesszen Trianon! Vesszen Trianon! Én nem szeretném szaporítani a szót, mert úgy gondolom, hogy a zarándok előtt még egy nagyon-nagyon hosszú út áll, és ne vegyük el tovább az erejüket. Én ajándékba hoztam ezt a könyvet, remélem, hogy amikor megfáradtok, vagy elfásultok, mert azért végignéztem azt a programot, nem semmi, akkor ezt a kisregényt olvasgatjátok. Ez egy nagyon kellemes kis családregény, és természetesen Trianonról szól. Ha megengedik egy nagyon rövid anekdótát, ami akkor jutott eszembe, amikor elolvastam azokat a lépéseket, tehát a városokat, amiken keresztül mentek, akkor felkiáltottam, hogy Jesszusom, ezek őrültek, 50 napig mennek 40 kilométert egy pihenő nappal. És akkor eszembe jutott, hogy édesanyám, amikor 96 éves volt, egyszer néztük a tévét, és ilyen föld alá bújó, ilyen speleológusok beszorultak egy földjáratba. És több napig tartott, hogy ki kellett őket szabadítani,
Csak tévé előtt mondom a mamának, hogy milyen őrültek ezek, minek bemászni a föld alá. És akkor a 96 éves mama rám nézett, és azt mondta, lányom, ha nem lennének őrültek, hogyan fedeztük volna fel a világot, és hogyan jutnánk előrébb? Na, akkor eszembe jutott, hogy ezek az őrültek a mi kedvenceink, és Isten áldja önöket, sok-sok bátorságot és sikert. Kérem, fogadjanak el tőlem egy könyvet ajándékba. És most szeretnénk meghallgatni Lendvai Istvánt, aki Lendvai Józsefet, bocsánat, aki egy pár szót szól a gyalogos mereteknek a nevében. Drága magyar testvérek, mégiscsak kell szaporítanom egy kicsit a szót, mert 4 órára lett meghirdetve az indulásunk, és addig még van egy kis idő, de azért nem szeretném teljesen. Köszönöm elnök úrnak a búcsú szavait és a búcsúztatását, és az útmutatást az útra. Azt hiszem, társaimmal együtt úgy gondoljuk, hogy eljött az idő. Eljött az idő 99 évvel a gyászos békediktátum aláírása után, amely szétmarcangolta az 1000 éves Kárpáthazát, és másodrendű jogfosztott állampolgáraivá tette a magyarság egy részét a rabló országokban, elvéve történelmüket saját szülőföldjükön. Eljött az idő, hogy ezzel a gyalázatos békediktátummal szembeni félelmünket elvessük, és elvessük a fásultságot és a tétlenséget is vele szemben, és tegyünk valamit. Mi úgy teszünk, hogy megyünk. Úgy gondoljuk, hogy menetünkkel a 49 nap alatt fel kell, hogy nyissuk sok-sok magyar testvérünk szemét és fülét Trianon igazságtalanságára, és szívét és lelkét a magyarság igazságára. Mert úgy gondoljuk, hogy jár legalább az igazság kimondása nekünk magyaroknak, és jár legalább az erkölcsi elégtétel nemzetünknek. És úgy gondoljuk, hogy jár az emberi magyar élet szülőföldjükön a jogfosztott nemzettársainknak, és jár az igazságtalanságnak az elvetése is. Ezért megyünk. És azért is megyünk, hogy felnyissuk az európai emberek szemét is. Hiszen 99 éve azután, hogy Magyarország Trianonja elkészült, itt van Európa Trianonja is. Felnyitjuk a szemét az európaiaknak a tekintetben is, hogy a magyar nép nem bűnös nemzet. Itt az ideje, hogy ne verjük kebelünk, hanem emeljük fel fejünk. Mi is büszke magyarként megyünk ki Trianonba, mert magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Itt az ideje, hogy Európa észrevegye, hogy hős nemzet vagyunk. Trianon gyászos napján indulunk, és Nándorfehérvár dicső napján a déli harangszóra fejezzük be a menetünket. Arra a déli harangszóra, amely ezt a dicsőséget hirdeti. Sok-sok száz éven keresztül védtük a keresztény Európát, és a mai napig is ezt tesszük. Menetünk is ezt a célt szolgálja. Magunkkal visszük a megfeszített Kárpáthaza keresztjét. Ez a kereszt mutatja nekünk és jelképezi. 99 év elszakítottság és megfeszítettség minden fájdalmát. De jelképe a hitünknek is. Hitünknek a feltámadásban. Mert hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, hiszünk egy Isten örök igazságban, hiszünk Magyarország feltámadásában.
ez a mi hitünk, ezért megyünk, és ezt a keresztet Mementónak ott hagyjuk Versailles-ban, a trianoni palotánál. Arra kérek minden magyar testvért, hogy a szűzanya oltalmazó palástja mellett ők is imádkozzanak érettünk, gondoljanak sokat ránk, és jöjjenek és kísérjenek el bennünket legalább egy szakaszon. Ez nagy erőt ad nekünk. Ha csak mi heten megyünk, ezt nem hallja meg a nagyvilág. De hogyha napról napra, vagy egy-egy napon sokan vagyunk, és egyszerre kérjük az igazságot Magyarországnak, akkor azt talán meghallja. Igazságot Magyarországnak, Veszent Trianon! Veszent Trianon! Veszent Trianon! Veszent Trianon! Köszönjük!